Az első hivatalos vidéki látogatását Sátoraljaújhelyen és a hegyközben tette Svájc magyarországi nagykövete. A diplomata alig egy hónapja érkezett hazánkba, és legfontosabb feladatának tartja a svájci hozzájárulási alap magyarországi felhasználásának segítését. Zemplénben turisztikai fejlesztéseket támogatnak 3 millió svájci frank erejéig. Az elképzeléseket, terveket rövid tájékoztató mutatták be a nagykövetnek. A diplomata szerint a program előnye, hogy az önkormányzatok, magánvállalkozók és civil szervezetek együttműködésére van szükség hozzá. You also have private partners. Vannak egyéni vállalkozók a programban, és vannak önkormányzatok is. Fontos, hogy legyenek egyéni kockázatvállalók, akik mindent megtesznek a projekt sikeréért. Sátoraljaújhely mellett ebből a fejlesztésből részesülne az egész hegyköz, hiszen Pálházán középkori udvart alakítanak ki vízimalommal, vágás után üvegfúvó műhelyt, Fűzéren helyi értékesítési pont kialakítását tervezik, Fűzérkomlóson egy postakocsi múzeum létesülne. A cél az, hogyha a turista elérkezik Sátoraljaújhelyig, akkor lehetőleg minél több időt töltsön itt el, és ez csak akkor lehetséges, ha a hegyköz települései is kellő turista látványossággal tudnak szolgálni. A kocsi helyen egy múzeum kerülne kialakításra, illetőleg egy interaktív szoba, ahol a gyerekek megismerhetnék a korabeli telefonálást, illetve a postázásnak a hagyományait. Tervezzük, hogy korabeli ruhákban, korabeli eszközökkel, adott esetben saját képeslap készítésével. A pályázat utófinanszírozott, tehát az önkormányzatoknak, a vállalkozóknak nem csupán az önerőt kell megelőlegezniük, hanem a teljes beruházási összeget. Sátoraljaújhely, mint fő projektgazda, felelősséget vállal a másik 7 támogató partnerért is, akik között magánvállalkozók, civil szervezetek is vannak. Mi van abban az esetben, hogy egy projektelem rá közbeszerzési eljárás során magasabb összegű ajánlat érkezik, mint amennyi pénz van rá összesen. Vagy neten menet közben csuklik meg egy projektelem, ekkor a fő projektnek helyt kell állni, és ez az, ami nagyon nagy gondolkodásra késztetett minket, hiszen minden egyes projektelemért, önkormányzatért, civil szervezetért gyakorlatilag a városnak kell felelősséget vállalni. Ebben nagyon sokat dolgoztak a edzőasszonyaik, a városfejlesztési csoport kollégái az NFÜ-vel közösen, hogy megtaláljuk az együttműködésnek azt a módját, ami nem hátrányos Sátoraljaújhely önkormányzatának, de nem is hátráltatja magát a projektet. A svájci nagykövet és a hozzájárulási alap szakemberei a megbeszélésen arra biztatták a program résztvevőit, hogy a közös munka során kialakult problémákról is beszéljenek, ezzel segítve a pályázati rendszer továbbfejlesztését.